estét kívánok! Egészen egyértelmű, hogy a hideg idő egész héten folytatódik, nem csak Magyarországon, hanem itt a keleti területekre, tehát Magyarországon és a tőlünk keletre lévő területeken, Romániában, Bulgáriában, Macedóniában szélsőségesen hideg idő várható. Az ilyenkor ott természetesnél mintegy 10-12 fokkal hidegebb. És van egy újdonság, eddig ugye nem volt, és nem is volt várható sem, egészen csütörtök hajnalig számottevő hó. Most úgy néz ki, hogy már szerdán előfordulhat, hogy a Dunántúlra esik 1-2 cm, csütörtökre pedig akár 5-10 cm hó. Én nem hangsúlyozom jobban, hogy előfordulhat, ezt mondta az RTL meteorológusa, és nem az, hogy várható. Minden esetre a veszélye megvan, most éjszaka is esegett, a hőmérséklet különösen Nyugat-Magyarországon nem süllyed különösebben mélyre, ugyanakkor Kelet-Magyarországon a sűrű köttakaró alatt is olyan -5-8 fok várható, és a délelőtti órák is alapvetően ködösek lesznek, és hozzávetőlegesen ettől a vonaltól nyugatra van annak a veszélye meg, hogy esetleg jelentősebb hó hújon, különösen majd szerdáról csütörtökre viradóan, tehát holnap hajnalra, és aztán megint szárazabb, hidegebb idő várható egészen a jövő hét elejéig, amikor valamelyest enyhül az idő. Úgyhogy csütörtökön, pénteken bizony nálunk is előfordulhat reggelenként -10 fok is, akár. Derűs estét ebben együtt.